Isten hozott mindnyájatokat a Szentség imádás iskolájának negyedik alkalmán. Egy picit visszatekintünk az első három alkalomra. A legelőször közelebbről szemléltük azt a kincset, aki az oltári szentség számunkra benne, Jézus valóságosan jelen van. A második alkalommal Mártától és Máriától tanultunk imádkozni, hogyan önthetjük ki a szívünket Jézus előtt. És a múlt héten, ha emlékeztek, Bartimeussal, a vak Bartimeussal együtt megszólítottuk Jézust, és bátran és reménységgel kiáltottunk hozzá. Hisszük, hogy ő tud segíteni, hisszük, hogy ő meghallgatja az imáinkat. Szent Lukásnál Bartimeus története így zárul. Azon nyomban visszanyerte szeme világát, és Isten dicsőítve követte. Ezt látta az egész nép, s magasztalta az Istent. A Lukás 18.43-ban található. Hát ma mi is ezt akarjuk gyakorolni, Istent dicsőíteni a szentségimádásban. Először is néhány szót a dicsőítésről és a hálaadásról, mert hogy gyakorolni akarjuk a dicsőítést, mert nem tudom, hogy csak az én tapasztalatom-e, de kérni sokkal gyakrabban kérünk, mint ahányszor megköszönünk. És hát talán éppen ezért nem is olyan könnyű megköszönni dolgokat, valaki egészen képtelen, mert mindent magától értetődőnek tart, hogy valamiért hálát adjon, valakinek valamit megköszönjön. Ismerjük a 10 leprás történetét, akiket Jézus meggyógyított. Így szól az ő történetük, Lukás 17. fejezet 12-től 19-ig. Amikor az egyik faluba betért, 10 leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és jó hangosan kérték Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Rájuk emelte tekintetét, és így szólt hozzájuk, menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament és emelt hangon dicsőítette az Istent, és arcra borulva hálát adott neki. Ez szamáriai volt. Jézus megkérdezte, nem 10 voltak, akik megtisztultak? Hát a 9 hol maradt? Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy dicsőítse az Istent? Aztán hozzáfordult, állj fel és menj, a hited meggyógyított. Nagyon könnyen felismerhetők a párhuzamok Bartimeus történetével, ugyanúgy kiáltanak Jézushoz, mesternek szólítják, ahogyan Bartimeus, és Jézus őket is meggyógyítja, nem úgy, ahogy Bartimeust, hanem elküldi őket a papokhoz, akik az akkori kornak voltak, mondhatjuk így, a főhatóságai. Az ő feladatuk volt, hogy valakiről megállapítsák, megtisztult-e a leprától, vagy nem, visszatérhet-e a közösségbe, vagy nem, hiszen a leprás ember nem csak egy betegségtől szenvedett, hanem nyilvánvalóan egészségügyi okokból, de ki volt zárva a közösségből, nehogy továbbadja ezt a betegséget, magyarul teljes magányra volt ítélve, illetve az ő zárt közösségükbe volt kárhoztatva. Papokhoz küldi őket Jézus, és miközben mennek, megtisztulnak, ezt tapasztalják. Nem várták meg, hogy Jézus tesz-e bármit is, hanem bizalommal engedelmeskednek Jézusnak, és elindulnak anélkül, hogy mondták volna, hogy hát Jézus még ugyanolyan a bőrünk, nem gyógyultunk meg, hogy mehetnénk már most a papokhoz. Tehát a bizalom és a Jézus bevetett hit mindegyikükben megvolt. Az egyikük tér csak vissza, és ő emelt hangon dicsőíti Istent. Jézus lábaihoz veti magát, és hálát ad neki. E szavakban a meggyógyult embernek a túláradó öröme van, hiszen újra életet kapott. Jézus engedi, fogadja ezt a hálát, nem utasítja el, és ugyanakkor nem is haragszik a többi 9-re, inkább a csodálkozását fejezi ki, hogy nem 10 gyógyultatok meg? Ez is Jézus istenségét bizonyítja, hogy nem volt ott, mégis tudja, hogy mind a 10 meggyógyultak. Az egyik visszatért, és ő hálát adott. Ugye, hát senki nem tér vissza, hogy dicsérje Istent? Ebben egyfajta szomorúság is érződik. A Jézus legnagyobb öröme, ha mi emberek dicsőítjük ővele, ő általa és ő miatta a mennyei atyát, és hálát adunk neki. Isten dicsérni, imádni csupán az egészséges értelem tanújele.
Ő teremtő, én pedig teremtmény vagyok. Hiszen nyilvánvalóan nem a teremtő dicséri a teremtményt, hanem fordítva, mi teremtmények dicsőíthetjük a teremtőnket, aki nélkül nem is léteznénk. Siénai Szent Katalin a Párbeszéd című könyvében Isten így szól: Tudd le, ányom, hogy én vagyok az, aki van, te pedig az vagy, aki nincs. Elég kemény szavak és eléggé sokkolóak a minket szerető Istentől, hogy én vagyok, aki vagyok, te pedig az, aki nincs. Nyilván Katalin nem sértődött meg, hiszen tudta jól, hogy ha Isten csak egy pillanatra is levenné rólunk a szemét, ha egy pillanatig nem gondolna ránk, megszűnnénk létezni. Ez úgy picit helyre teszi a teremtő és a teremtménynek a viszonyát. Az eukarisztiáról szóló enciklikában, az Ecclesia de Eucharistia, ez áll: Isten fia azért lett emberré, hogy helyreállítsa az egész teremtést egy olyan tettel, amely a legnagyobb dicsőítése annak, aki a semmiből teremtette a világot. Azaz, maga az eukarisztia is Isten dicsőíti. A teremtés nem volt szükségszerű. Talán Babics mondta, hogy Isten széles jókedvében teremtette a világot. Csupán szeretetből, a semmiből nem kellett volna, hogy teremtsen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, Szentháromságos közössége boldogan el volt önmagában, de éppen azért, mert ők szeretett közösség, ezért ki kellett áradni ennek a szeretetnek, és ebből a szeretet túlcsordulásából lett az élet, teremtette Isten a világot. Azaz, minden, ami létezik, Isten szeretetének túlcsordulása. Nem véletlenül vagyok, és te sem vagy véletlenül. Isten nem gyárt selejtet. Ő csak jót alkotott. Isten szabad elhatározásából adta az életet, ő döntött úgy, hogy legyek. És ettől kezdve függök tőle, az életemet tőle kaptam. A bölcsesség könyvében tudatában van a próféta, amikor ezt írja: mert szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna létre? De te kímélsz mindent, mert a tiéd életnek barátja. Mert a te el nem múló szellemed van mindenben. A bölcsesség könyve 11. fejezetében olvassuk ezt. Tehát az imádásban ezt ismerem fel, és ezt ismerem el, hogy Isten szeretetből, a semmiből hívott létre engem, és én egy kis semmi vagyok. Isten azonban annyira szereti ezt a kis semmit, hogy emberré lett érte, meghalt és feltámadt, és az eukarisztiában itt maradt érte. Azt gondolom, hogy így már nem is olyan rossz ennek a kis semminek lenni, ha ezt a kis semmit Isten ennyire szereti. Ha Jézus kész volt meghalni ezért a kis semmiért, akkor az ember szívesen lesz ilyen kis semmi. Az imádásban hálásan elismerem, hogy teremtmény vagyok, és hogy szerető teremtőm előtt térdelek. Nem valami bálványt imádok, aki megaláz, akinek ki vagyok szolgáltatva, hanem az irgalmas Isten előtt, aki mindig újra keres engem, és aki vágyik utánam. A Szentmise, az eukarisztia, hálaadás. Maga az eukarisztia görög szó azt jelenti, hogy hálaadás, ezért minden egyes Szentmise igazából életünk hálaadása kell legyen. A Mane Nobis Cum Domine enciklikában II. János Pál pápa írja a 26. fejezetben: az eukarisztia név hálaadás. Jézusban, az ő áldozatában, az Atya akaratára mondott feltétlen igennyében benne foglaltatik az egész emberiség igenje, hálája, ammenja. Ugye jól mutatjuk ezt a mise szövegekből idézett következő mondatokkal. A hétköznapi 4. prefáció így fogalmaz: a te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik. Nagyon komoly igazságot fogalmaz meg ez az ima, azt mondja, ha mi Isten dicsőítjük, az a lelkünk üdvösségére válik. Nyilván, ha Istent káromolnánk, az a lelkünk kárára válna. A 4. eukarisztikus imában ezt halljuk: valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges atyánk, téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten.
Te egyetlen jóság és minden élet forrása. Azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Szavunk által minden teremtmény a világon újjongva áldja szent neved. Érdemes odafigyelni ezekre az eukarisztikus imákra, mert nagyon mély igazságokat fogalmaznak meg. Megkérdezhetjük ugyanakkor magunktól, hogyan éljük mi ezt az imádságot, az Isten imádását. Valóban újjongva áldjuk Istent? Hirdetjük az ő szent nevét? Nyilván tudatában vagyunk annak, hogy kegyelmének ajándéka, hogy hálát adhatunk Istennek. Megeshet, hogy kicsit unatkozunk, éppen szomorúak vagyunk, vagy elfásultak, és akkor nem mondhatjuk azt, hogy újjongó szívvel dicsőítsük az Istent. De azt mondhatjuk, hogy döntök Isten dicsőítése mellett, ami nem az érzelmeinktől függ. Akarom őt dicsőíteni. Néha akkor is meg kell köszönnünk embertársaknak vagy másoknak dolgokat, amikor éppen nincs sok kedvem hozzá, de hát ez így normális. Megköszönni, hogyha valaki tesz nekem valami jót. Isten dicsőítésének nem az érzelmektől kell függnie. Lehet, hogy szomorú vagyok, vagy éppen unott. Mégis elhatározom, hogy most Istenre nézek, az én teremtőmre, vagy Jézusra, aki szeretetből az életét adta értem, és ez már bőven elég ok arra, hogy őt dicsőítsem. Nem könnyű, de az dicsőítő lelkület valóban gyógyulást, áldást és örömet hoz nekünk magunknak. Annyi okunk van Isten dicsőíteni. Előfordul az, hogy valaki a gyóntatószékben egy panasz áradattal érkezik, és látszólag semmi örömét nem leli az életben. Gyakran azt adom ilyenkor elégtételül, hogy keressen 10 dolgot, amit megköszönhet a Jóistennek. És rájön arra, hogy annyi minden, ami eddig magától értetődőnek tűnt, nem is olyan magától értetődő. Hogy tudtunk ma reggelizni? Vagy volt ebédünk? Volt egy ágyunk, ahol eltölthettük az éjszakát? Van tető a fejünk fölött? Van fűtés? Tehát, hogy vagy látunk, hallunk, a lábunk idehozott? Annyi minden van, amiért hálát adhatunk, és egyáltalán nem magától értetődik. Az eukarisztikus imák tele vannak ilyenekkel, ismét a 4. eukarisztikus imát idézem. Amikor az ember engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában, hanem mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Hát az Isten annak ellenére, hogy megérdemelnénk, hogy hátat fordítson nekünk, nem, ő mindig is keresi az embert, és ezért nekünk okunk van hálát adni. Azt is mondhatjuk, hogy az eukarisztia az ég megnyílása. Az előbb olvastunk egy mondatot az enciklikából, az Ecclesia de Eucharistiából. Isten fia azért lett emberré, hogy helyreállítsa az egész teremtést egy olyan tettel, amely a legnagyobb dicsőítése annak, aki a semmiből teremtette a világot. A mise során mindannyian, nem csak a pap, arra kaptunk hívást, hogy aktívan vegyünk részt Isten dicséretében. Így egyesülünk az összes angyallal és szenttel, akik szintén dicsőítik az Istent, az eukarisztia egyesíti az eget és a földet, mondja az Ecclesia de Eucharistia enciklika. Ugyanez a 19. fejezetben ezt olvassuk, miközben ünnepeljük a bárány áldozatát, az égi liturgiához kapcsolódunk, ahhoz a megszámlálhatatlan sereghez, amely azt kiáltja, üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Az eukarisztia valóban az ég megnyílása a föld felé. Hallottuk hát, az eukarisztia egyesíti az eget és a földet. Ugye nem véletlen, hogy a átváltoztatás előtt a Szent Vagyot énekeljük, és abban benne van, hogy az angyalok és a szentek kórusához társulunk mi is, ott ér össze ég és föld. Ott van az a fajta végtelen dimenzió, amire mindannyian meghívást kaptunk. A szentekkel, az angyalokkal, akik Istent színről színre látják, az ő dicsőítő imádságukhoz kapcsolódhatunk, velük együtt énekelhetünk. Az eukarisztia egyesíti az eget és a földet. Vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy a szentmisén nyitva áll előttünk az ég? Erre emlékeztet II. János Pál pápa, amikor ezt mondja, az égi liturgiához kapcsolódunk és csatlakozunk az angyalok és szentek seregéhez, akik újonganak a trónon ülő bárány előtt. Vagy ahogy jeruzsálemi Szent Cyril mondta, a hit biztosít arról, még ha az érzékeid mást mondanak is.
Tehát igen, nyitva áll az ég, de csak a hit tud megnyitni bennünket erre a valóságra. Aztán azt is mondhatjuk, hogy az egész teremtés kell, hogy Isten dicsőítse. Nem magunkban, önmagunkért dicsőítünk, hanem az egész teremtésért, az egész teremtett világért. Ahogy a negyedik eukarisztikus imában mondjuk, a mi szavunk által minden teremtmény a világon újjongva áldja szent neved. Tehát a mi hivatásunk, hogy azt mondhatom, hogy az egész világ nevében, vagy az egész világért, az egész világ helyett dicsőítsük Istent. Dicsőítünk azok helyett, akik nem dicsőítenek, hálát adunk azok helyett, akik nem adnak hálát, és imádjuk az Urat azokért, akik őt nem imádják, azok helyett, akik őt nem imádják. Ez a mi szolgálatunk, és erre kaptunk meghívást, mert a hitet is Istentől kaptuk. Sokan azért nem hisztek, esetleg még nem kapták meg, vagy nem imádkoztak érte. Mi viszont megkaptuk, és ezzel az a kötelességünk jár, hogy Isten dicsőítsük. Szent Ágoston a lényeget fogalmazza meg, bár gyakran csak a felét idézzük ennek a mondásnak. Magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, ami meg nem, benned nyugalomra nem lel. Az elejével együtt így teljes a mondat. Újjongó szívvel áldunk téged, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned nyugalomra nem lel. Tehát ott van az újjongó szívvel való Isten áldása. Hogyan dicsőíthetjük meg az Istent? Először is a szentmisében, hiszen mondtuk, hogy az eukarisztia maga hálaadás. A szentmisében úgy dicsőítjük Istent, hogy egész szívvel éneklünk, imádkozunk, bekapcsolódunk a közösségbe. Minden szóra, amelyet a pap kimond az eukarisztikus imában, bensőkben egész szívünkkel igent mondunk. Vannak olyan emberek, akik együtt mondják a pappal az átváltoztatás szavait, attól nyilván nem lesz érvényesebb a szentmise, sőt, sokkal zavaróbb, de volt olyan atya, aki egyszer nem tudott már mit kitalálni, annyira mondta vele az egyik idős hívő, hogy kénytelen volt ráripakodni, hogy ha velem mondja, akkor el fog kárhozni. Mert semmi nem hatott rá, hogy ne mondja, megvan a szentmisében ennek a válasznak a helye, és azért is fontos ez, mert ebben a pillanatban is a pap in persona Christi, Krisztus személyében mondja ki ezeket a szavakat, és azért változik át a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé, mert a papszentelésben erre megkapta ezt a felhatalmazást, ezt a hatalmat, míg az általános papságban részesedők pedig kísérik imáikkal, de inkább a szívükben, mint a szájukkal, az ajkukkal. Ugyanakkor, amikor ezt az igent kimondjuk mindarra, amit a pap mond, ez csúcsosodik ki az Amenben, amit kimondunk, úgy van, hiszem, bizony. A héber Ámán szóból származik. Magyarul, amikor Amen mondunk mindenre, és a szent áldozáskor is, akkor a pap feltartja az oltári szentséget Krisztus teste, azt válaszoljuk, hogy Amen, hiszem, és így fogadjuk Krisztust az oltári szentségben. Ha áldozunk, akkor utána megszólíthatjuk Jézust ilyen szavakkal, én Uram, én Istenem. Jézus, imádlak téged, aki bennem élsz. Jézus, dicsőítelek, szeretlek és imádlak téged. Atyám, hálát adok neked fiadért, Jézusért. Nem véletlenül van a szentmisében a rövid csend az áldozás után, pontosan azért, hogy kimondhassuk mindezt, amit szeretnénk Jézusnak mondani, és ami erősíti a hitünket, hogy nem csak egy kenyeret kaptunk, hanem Krisztust magát. Aztán nem csak a szentmisén dicsőíthetjük Istent, hanem a mindennapokban is. Ezt a hálát, dicsőítést a szentmiséről magunkkal vihetjük, hogy bearanyozza a napjainkat. Fordítsuk el a tekintetünket önmagunkról, és kezdjünk Istenre tekinteni egészen tudatosan. Döntsünk az öröm és a hála mellett. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. Nyilván jó gyakorolni ezt a kisebb-nagyobb csodák felismerésével az életünkben. Ahogy mondtam az előbb, nem tartom magától értetődőnek az amúgy magától értetődő dolgokat, hanem pici apró Isten csodáinak. Olyan jó ránézni egy szép naplementére, hogy de szépet festettél Istenem, mert hogy az egész világot ő teremtette, ő szabta meg a törvényeit, hát nyilván ennek következménye, hogy nagyon szép naplementéket láthatunk. Hálát adunk sok mindenért Istennek. Ilyen egyszerűen lehet, hogy Istenem, köszönöm neked a mai napsütést. Vagy Istenem, köszönöm neked az esőt, amely a növényeket élteti. Vagy köszönöm neked a gyermeknek a mosolyát. Vagy köszönöm neked az életemet, a családomat, a munkámat, a lakásomat, az öltözékemet, az ételemet, a barátaimat. Köszönöm a hitet. Tehát az életben minden nap van miért hálát adni.
Énekelhetünk olyan Isten dicsőítő énekeket, amik aztán fölemelik a szívünket, és közelebb emelik az Istenhez, már a dicsőítésbe vezetnek be. Nem tudom, hogy saját tapasztalat-e, vagy osztjátok velem, amikor valamilyen zenét hallgatok reggel mondjuk, és utána napközben dúdolhatnékon van, akkor gyakran az jut eszembe, amit reggel hallgattam. A szemináriumban ott is volt hetente egyszer gitáros szentmise, és olyan érdekes volt, hogy napközben innen-onnan hallom, hogy egy-egy kispap dúdol vagy énekel, és a kivonulási éneket énekelték. Tehát nem mindegy, hogy mit hallgatunk, mert milyen jó, hogyha szent zenét hallgatok, amikor dúdolhatnékon van, rögtön imádsággá alakul Isten dicsőítésévé. Úgyhogy ezért nem mindegy, hogy mit hallgatunk. Ha ilyet hallgatunk, akkor ha dúdolhatnékunk van, Isten dicsőítjük. Aztán a zsoltárok igazi kincsestára a dicsőítésnek és a hálaadásnak, az utolsó négy mindenképpen, de sok mindent lehet találni még benne, egy párat hadd idézzek, és hogyha netán ötlettelen lennél, hogy miért adhatsz hálát, miért dicsőítheted Istent, vedd elő a zsoltárokat. 136. zsoltár első sora, adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Aztán rajta áldjátok az Urat, ti az Úrnak szolgái mind. Aztán a 138. zsoltár, szívem mélyéből áldalak, Uram, mert meghallgattad ajkam könyörgését. Az angyalok színe előtt énekelek neked. Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, gyarapítottad a lelkem erejét. Aztán jön egy szinttel följebbi rész, a nehézségekben hálát adni. Mert amíg egészségesek vagyunk, szépen süt a nap, nincsen semmi bajunk, akkor olyan könnyebb a hálaadás, bár gyakran éppen ekkor felejtjük el. Mennyivel nehezebb a nehéz dolgokért hálát adni, amikor Pál apostol azt mondja, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért, abban benne van a rossz is, de hát azt mondják, hogy ez egy beteg elme, hogyha a rosszért hálát ad. Nem, ez egy végtelenül bizakodó léleknek az imádsága, aki hisz abban, hogy Isten megenged dolgokat az életünkben, és mindennek oka van. Lehet, hogy most még nem látjuk, lehet, hogy egészen másképp terveztük volna. Emlékeztek arra az áltöttingi hálaadó táblára, hogy köszönöm Istenem, hogy évekig nem hallgattál meg? Mert utólag kiderült, hogy így volt jó. És hát sokkal izgalmasabb az élet, hogyha egy kalannak fogom fel, amiben Isten fölülről látja az én kis utamat, és ezért tudok hálát adni akkor is, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én azt elterveztem. Mert Istennek terve van az életemmel. Az én utaim nem a ti utaitok. Az én utaim sokkal magasabbak, mint a tieitek, hiszen az örök élet perspektívájából nézem az életeteket, ezért jó hálát adni a nehézségekben is. Pál apostol, akinek bőven volt része a rosszból, elfogták, megverték, hajótörés szenvedett, nyíltengelen hánykódott, hányszor megbotozták, börtönbe került végül, tudjuk, hogy lefejezték, és mégis kész volt Isten dicsőíteni. Ezt írja az első Tesszaloniki levélben. Mindig örüljetek, mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. A Filippiekhez pedig ezt írja, a 4. fejezet 4-től 7-ig. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra mondom, örüljetek. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. A fájdalmas helyzetben teljesen normális, hogy nem tudunk újjongani. De a szívünk mélyén ott marad ez a derű. Kicsit olyan ez, mint a tenger mélye. Lehet, hogy fölül csapdosnak a hullámok, süvít a szél, de néhány méterrel lejjebb már csend és béke van. Ez a fajta belső derű, amit Istentől el lehet kérni, ez az, ami a keresztény életet kell, hogy fémjelezze, mert mi Istenben bízva tudunk mindent hálával fogadni. Lehet, hogy nem az első pillanatban, hanem a másodikban, mikor átgondoltuk, hogy ennek valószínűleg valamilyen oka volt, ha ez is ez történt velem. És akkor már nem a panasz szó lesz a következő mondatom, hanem az, hogy Istennek legyen hála. Ha rájutsz a kalapáccsal az ujjadra, amit ott szoktunk mondani, azt a filmekben kifütyülnék. De hogy helyette azt mondom, hogy Alleluja! Mennyivel jobban hangzik, és ezt a kis szenvedést felajánlom, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, másokért,
És akkor már tényleg alleluja, mert egy kalapáccsal, az ujjamra ütéssel lehet, hogy kiszabadítottam két lelket a tisztító tűzből. Ki tudja? Egyszer fogorvoshoz kellett mennem. Odafele menet felajánlottam minden fájdalmat a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Hát nagyon rászorultak. Nyilván, miközben tele van a szám a fogorvos fúrójával meg kezével, és fúrja a fogamat, és fáj, akkor nem tudtam kimondani azt, hogy alleluja, de magamban dicsőítettem Istent, mert tudtam, hogy nem vész kárba ez a szenvedés. Tehát érdemes így állni az élet dolgaihoz, hogy hálaadással fogadni mindent. Talán könnyebb lesz a megpróbáltatások idején kimondani Istennek, hogy bízunk benne, hogyha már előtte a könnyű és szép dolgokért már elkezdtem hálát adni. A piciben kell elkezdeni, hogy aztán, amikor igazán nehéz lesz, akkor is ki tudjam mondani. Egy fiatalasszony tanúságtétele, akinek férje belehalt egy hirtelen szívinfarktusba, ő pedig ott maradt 4 gyermekkel, özvegyen. Az édesanyja azt mondta gyermekeinek, Isten mindig gondoskodott rólunk, és ezután is gondoskodni fog. Természetesen gyászolt, hiszen elveszítette a férjét. Űrt hagyott maga után, és ideje van a gyásznak. És ebben Jézus a példánk, hogyha ő megsiratja a Lázárt, aki tudta, hogy fel fog utána támasztani, ha már akkor hiányzott neki, akkor nekünk is jogunk van a gyászhoz, de jogunk van Istenben bizakodni, hogy ő mindig gondoskodik rólunk. Az Isten iránti bizalom, az imádás és a dicsőítés lelkülete. Egy francia misztikus, Gabriel Bossis, neki mondta egyszer Jézus, emlékezz arra, hogy semmi nem történik az én engedélyem nélkül, és őrizd meg a mélységes, belső nyugalmat. A nyugalom nem közönt jelent, hanem bizalmat, hogy bízni akarunk ő benne. És ez a bizalom, ez a hálaadás megadja a békességet, amely minden értelmet meghalad. Ezt mondja Pál. Nyilván, ha valakiről az látszik, hogy tele van örömmel, akkor, amikor mások sírnának, akkor azt mondja, hogy ez meghaladja az értelmemet. Nem értem, hogy te minek tudsz örülni. Hát annak, hogy Istenben bízom, ő adta az értelmét az életemnek, neki terve van velem, és ezért tudok mindent hálaadással fogadni. A dicsőítésben és a hálaadásban is arról van szó tehát, hogy közvetlenül forduljunk Istenhez, szerető párbeszédet folytassunk vele. A mai szentségimádás alatt ezt a dicsőítést szeretnénk gyakorolni, persze kiki a szíve mélyén és csendben, és ebben segíthet néhány rövid mondat. Csak annyi, hogy nyitva áll előttem az ég, vagy az eukarisztiában a szemeim előtt Jézus ül Isten báránya a trónon, és én az ő jelenlétében lehetek. Vagy Jézus ebben a pillanatban édesanyáddal, Máriával, és az összes angyallal és szenttel együtt dicsőítelek téged. Szentlélek, nyisd meg szívemet és szememet, segíts hinni. Ezek a mondatok segíthetik a lelkünket Istenhez emelni. Az is segíthet, ha a szívünkben végig gondoljuk Isten nagy tetteit, és hálát adunk érte. Talán a ma esti szentségimádásban van mód arra, hogy ki találjon 10 dolgot, amit megköszönhet a jó Istennek. Akár a mai napból, de hogyha nagyobb volumenű dolgokra gondolunk, akkor az egész életünkből visszakereshetjük azokat, amiket Istennek megköszönünk. És a mai szentségimádás különleges lesz. Az első 10 percben kiki hálát adhat, belehelyezkedhet először Isten jelenlétében, tudjátok, szokásos módon egy szép lassú keresztvetéssel, hogy most az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében teszünk valamit. Utána az első 10 perc csendjében kiki hálát adhat az előbb felsoroltakért, és utána a második 10 percben a Hiszek egyet fogjuk úgy végigimádkozni, hogy nem kell semmit sem olvasni vagy mondanatok velünk, hanem lesz egy Hiszek egyben egy kis idézet, amit felolvasok, és utána valaki más fogja olvasni a hozzávaló elmélkedést, hogy mindez okot ad arra, hogy Isten dicsőítsük. A csendes szentségimádás alatt gondoljunk vissza a kiinduló történetünkre, a 10 leprásra. Hát a 9 hol maradt? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy dicsőítse az Istent?
hát legyünk mi az, aki visszatér, hogy hálát adjon és Isten dicsőítse. Ő már megteremtett, megtett értünk végtelen szeretetében mindent, és ezért mi őt dicsőíthetjük, a mi mennyei atyánkat. És akkor el fogja tölteni szívünket a békesség, amely valóban minden értelmet meghalad. Tehát erre a hálaadásra és a dicsőítésre hívlak ma titeket. A mai alkalommal nem lesz kis csoport, mert maga a szentségimádás lesz egy picivel hosszabb, és imára fel, dicsőítsük együtt Isten ki a szívében, és utána csak hallgasd a Hiszek egyet és annak az elmélkedését, és ez indítson dicsőítésre a ma este is. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek benned, Istenem, te vagy az én atyám, te vagy a mindenható. Mindent te teremtettél, az eget és a földet, a látható világot, mindent, amit a szemem lát, az egész csodálatos természetet. Te alkottad a láthatatlan világot is, az angyalokat, akik neked szolgálnak, és mindent, amit nem láthatok. Az intelligenciámat, a pszichémet, a lelkemet, mindent, ami bennem van. Köszönöm neked, hogy nekem ajándékoztad az életet, atyám. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Hiszek benned, Jézus Krisztus, te Isten egyszülött fia vagy, te az idők kezdete előtt születtél az atyától. Te valóban Isten vagy az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Hiszem, hogy nem egyszerűen teremtmény vagy, mint mi, hanem Istentől származol és Isten vagy. Igen, egy lényegű vagy az atyával, és minden általad lett. Az egész világ, minden ember, akit szeretek, mindenki, akit nem is ismerek. Engem is te alkottál. Köszönöm neked, Jézus. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Jézus, hiszem, hogy értünk emberekért, és a mi üdvösségünkért jöttél le az égből. Az én üdvösségemért is emberré lettél, a Szentlélek által. Te valóságos Isten vagy, és valóságos ember. Igen, Isten formájában voltál, de nem tartottad Istennel való egyenlőségedet olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodnod kell, hanem kiüresítetted önmagadat, szolgai alakot vettél föl, és hasonló lettél hozzánk emberekhez. Jézus, köszönöm neked édesanyádat is, akit a kereszt alatt édesanyánkul nekünk ajándékoztál. Poncius Pilátus alatt
értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Jézus, hiszem, hogy mindegyikünkért személyesen én értem is szenvedted el a kereszthalált. Igen, szenvedtél értem, Jézus. Köszönöm a szeretetedet. Eltemettek, tudod, milyen a szenvedés és a halál. Mindezt magadra vállaltad. Hiszem azt is, hogy a harmadik napon föltámadtál, ahogy ezt az írások előre megmondták, és hogy fölmentél a mennybe, ahol lakást készítesz nekünk, nekem is, Jézus. Most pedig az Atya jobbján ülsz. Ebben a pillanatban, amikor a szemem a kenyér alakjában lát téged, hiszem teljes szívemből, hogy élsz, és a te atyád és az én atyám jobbján ülsz. Ebben az imában minden angyallal és szenttel együtt akarlak imádni. Te vagy a trónon ülő bárány, és hozzád kiáltok a Szent Háromságos Istenhez. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Uram! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Igaz, hogy én nem látom ezt a dicsőséget, Uram, de hiszek benne, hogy most is betölti ezt a templomot a te dicsőséged. De újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Igen, Uram, hitben várom, hogy visszatérj dicsőségben. Maranata, jöjj, Uram Jézus! Hiszem, hogy ítélni fogod az élőket és a holtakat, és hogy a te uralmadnak, a szeretet uralmának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek benned, Szent Lélek Isten. Te Úr vagy, te teszel mindent elevenné. Köszönöm, hogy ebben a pillanatban megajándékozol az élettel. Köszönöm, hogy megelevenítesz. Igen, ebben a pillanatban, Szent Lélek, te bennem vagy. Hálát adok neked, szeretet és élet forrása. Hiszem, hogy te az Atyától és a Fiútól származol, és imádlak téged, ahogy őket is. Dicsőítelek téged, ahogy az Atyát és a Fiút dicsőítem. A próféták által mindig újra szóltál hozzánk, ma sem hagysz magunkra, hanem szólsz hozzánk. Nyisd meg a fülemet, Szentlélek, hogy meghalljam ma a hangodat. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Hiszek a katolikus egyházban. Hiszem, hogy az egyház szent. Istenem, hálát adok neked a te egyházadért, amely által rólad hallottam, aki nekem ajándékozza fiadat az eukarisztiában. Fogadj szolgálatodba, Uram, hogy egyre jobban részt vegyek egyházad küldetésében. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Vallom az egy keresztséget, amely eltörli a bűnöket. Köszönöm neked, Szent Háromság, hogy keresztségem által isteni életedet ajándékoztad nekem. Keresztségem által részesülök isteni természetedben. Köszönöm, hogy megbocsátod a bűnöket, és az egész világot irgalmasságod elé hozom. Várom a holtak feltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Hiszem a holtak föltámadását. Igen, hiszem, hogy nekem és minden embernek örök életet akarsz ajándékozni. Köszönöm, hogy engem és minden embert a te jelenlétedben való örök életre alkottál. Amen.